Dr. Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke dombóvári születésű, középiskolás éveit is ott töltötte. A közgyűlésen beszámolt az országos eseményekről, ügyvédi feladatokról, lehetőségekről. Az ingatlan nyilvántartás nagy horderejű változás jelent, hiszen megszűnik a papír alapú ügyintézés, tehát gyakorlatilag mindent az adásvételi szerződéseket be kell szkennelni, és az magát egy nem csak az adásvétel, minden okiratot be kell szkennelni, és az eljárás elektronikusan fog történni, és ezzel kapcsolatos informatikai programok megismerése. Szabó Tamás, a szekszárdi ügyvédi kamara elnöke elmondta, ilyenkor az ügyvédséget leginkább foglalkoztató kérdéseket tárgyalják, valamint elhangzik a vezetés beszámolója a kamarai tagság felé. A közgyűlés nem csak egy kötelezően tartandó program egyébként, hanem egy kicsit az ügyvédségnek az ünnepe is, a helyi ügyvédségnek is ez az ünnepe. Ugyanis évente itt találkozunk a legnagyobb számban mi ügyvédek egymással, és hát ennek megfelelően, ennek a rendezvénynek a méltósága is inkább egy kicsit ünnepélyesebb jellegű, mint sem egy olyan, ami kötelezően tartandó rendezvény lenne. A Pécsi Ügyvédi Kamara elnök asszonya van jelen, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és a Pécsi Ügyvédi Kamarának az elnök asszonya, illetőleg a Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottságnak az elnök asszonya. Ezen az alkalmon középpontba kerül az új rendszerrel kapcsolatos kérdések és tervek tisztázása. Ezek a kamarai közgyűlések mindig is pozitív hangulatúak. Én azt hiszem, hogy van is okunk pozitívnak lenni, hiszen április 30-án ugyanebben a teremben ünnepeljük majd hazánk Európai Uniós csatlakozásának a 20. évfordulóját egy jogászkonferencia keretében. Rendkívül neves előadókat hívtunk meg erre a konferenciára, illetve mi magunk ügyvédek is ünneplünk, hiszen 150 éves idén az első klasszikus ügyvédi törvény, az 1874. évi 34-es törvénycikk az ügyvédi rendtartásról. Lebosa Marian, a Pécsi Ügyvédi Kamara elnöke felhívta a figyelmet a három régió együttműködésének fontosságára, az ügyvédjelöltek továbbképzésében, versenyekben és a felnőtt képzésekben. A jövőben szándékukban áll egy rezsicsökkentési programot is véghez vinni. Szerencsére évek óta együttműködünk a szekszárdi kamarával és a kaposvári kamarával is. Amikor 1875-ben, február 6-án megalakult a Pécsi Ügyvédi Kamara, akkor a szekszárdi ügyvédi kamara is a tagja lett. Gyakorlatilag azóta működik, azt mondhatom, szinte folyamatosan ez az együttműködés, bár az elmúlt 8-10 évben ez egy kicsit lanyhul, de elnök úr regnálása óta ez újra felé lett. Az új rendszer október 1-én fog hatályba lépni, érdemes lesz követni az ezzel kapcsolatos eseményeket, hiszen ez mindenkit érinteni fog majd, akik ingatlant vásárolnak vagy eladnak.